Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe Chroma, az update-ek után talán az egyik legkontroverziálisabb Warframe lett, és ahogy elnéztem a fórumokon, nagyon nagy a vita vele kapcsolatban, illetve hogy még mindig olyan jó tankos-e, még mindig jó buffere, és felrepült a pletyka, hogy hoho, a Rhino az esetleg még jobb lehet, mint a Chroma most már. Nos, ezt azért le kellett tesztelni, srácok, és őszintén mondom, a tesztek alapján, amit itt is láttatok a videóban, semmi nagyon trükkös nem volt, többféle módon teszteltem le a dolgokat. Az egyik az, hogy mind a két Warframe-et modolások nélkül, hogy mennyi damage-et képesek buffolni, utána felmodoltam őket ugyanannyi erőre, és hogy mennyi damage-et képesek buffolni, úgyhogy egy igazságos képet mutatva, mindezt a szimulakrumban, bár a szimulakrum csalóka, de számadatokat tekintve így is látható, hogy melyik a jobb buffer, és melyik a jobb tank igazából. És nem is húzom az időt, vagy nem szeretnék belemenni abba, hogy most mit csinál a Chroma, hogy adja össze, hogy szorozza föl. Annyit szeretnék mondani ehhez az egészhez, hogy nagyjából a kettő karakter között ugyanannyi erővel egy ezresnyi különbség van most már csak. Szóval amennyit a Chroma tud buffolni, és amennyit a Rhino tud buffolni, a között a damage közötti különbség egy ezresnyi konkrétan. Szóval alap erővel, vagy éppen ugyanannyi erővel rendelkezve sajnos a Chromát ennyire nörfölték a Rhinohoz képest. Ez természetesen azt indokolja, hogy sok-sok-sok helyzetben, és kimerem jelenti, hogy egy ejdolom vadászat helyzetben is a Rhinoval, annak ellenére, bár egy kicsivel buffol, csak kevesebbet jelenleg a damage-e, a Rhinoval jobban járunk a játszhatóság és a könnyebb játszhatóság kedvéért. Na, mert ugye a Chromával mit kell csinálni? Le kell magad sebezned, akkor sebzed magad, akkor a range-ed, de nem feltétlenül akkora, bár szeretnék mutatni egy Chroma range-es buildet is, hogy range és erő legyen benne, és még úgy is jó gyerek ki a buliból, szóval ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a Rhino a nagyobb területi buffja miatt, és könnyebben elérhető területi buffja miatt jobban helyt tudna állni, mondjuk egy ejdalom vadászaton, annak ellenére, hogy még mindig kevesebbet buffol. Amit viszont észrevettem, és zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy számolgatunk össze-vissza, és természetesen a Chroma nagyobb számokat fog kihozni, azt vettem észre, hogy tök mindegy, hogy sebzed le magad, és hány százalékos buffot kapsz a Chromával, mintha lenne egy damage cap az egész Chrománál. Tehát nem engedi, hiába vannak nagyobb szorzóid, nem engedi a Chromát egy nagyobb számot megütni, és van egy olyan érzésem, hogy még mindig rosszul működik a Chromának a szorzói, illetve az összeadója a számadatokban, vagy direkt meg van húzva egy damage cap. Na most, amíg ez így ki nem derül pontosan, hogy mi az Isten nyila van, addig még mindig annyival ki tudunk egyezni, azt hiszem, hogy a Chroma az még mindig egy jó buffer, mint a Rhino, viszont a Rhino, és ez a valóság, ebből a szempontból nagyon-nagyon megközelítette a Chromát, és emiatt, a megközelített miatt, és a kényelmesebb modolás miatt, és eleve a karakter kényelmesebb elérése miatt, ugye, a sima Rhino sokkal könnyebb kifarmolni, mint egy Chromát, ezért megesett, hogy a játékosok preferálni fogják a Rhinót tulajdonképpen. Nos, ahogy elnézem, külföldön még az a trendi, hogy már a Rhino veszi át a Chroma helyét a buff szerepben. Igazából szerintem ezzel semmi baj nincs, mert a Rhino tökéletes erre, úgyhogy hát gyerekek, ez van, sajnos a Chroma kapott egy hitet, de
mennyire tankos még a Chroma, a jó-e még azokon a Survivor-ökön, és erre azt tudom mondani, hogy teljes mértékben igen, és egy szóló Survivor-ön a Chroma tankossága és ellenállása nagyobb, mint a Rhino-jé például, hogyha vele akarom összevetni, sokkal nagyobb az ellenállása, mint a Rhino-jé, de ugye most már azért nem feltétlenül biztos, hogy el tudunk menni vele olyan magaslatokig, mint régebben tudtunk elmenni vele, és ez azért egy kisebb hit. De nem baj, mert a Warframe már nem az a játék, ahogy volt, már nincs rá szükség, hogy elmenjünk órákat és órákat, ha csak nem végképp meguntuk az életünket, és hashtag no life van. Nincs már erre szükség, úgyhogy arra sincs már szükség, hogy a Chroma, vagy a Valkyr, vagy bármelyik nagyon tankos karakter, über tankos legyen, mert hogy nekünk szverhet nélkünk van, mert mi el akarunk menni 10 óra Survivor-re. Szóval a Warframe már nem ez, és érthető ez a kis nerf, de még így sem panaszkodhatunk, mert úgy vettem észre, hogy ott, ahol jelen pillanatban a Warframe-ben endgame van, és merem nevezni az Eidolont endgame-nek, ott a Chroma és a buffja és az ellenállás is minden, ami kell, több, mint elég. Tehát aki nézte ugye a livestreamünket vasárnap, az nagyon is látszott, hogy volt velünk egy übererős Chroma, ráadásul nagy range-re kibildelve, volt velünk egy übererős Chroma, és ugyanúgy egy hit vagy két hit volt, függően a Hydralisk, Terralisk vagy Gantulisk volt, tök mindegy, hogy melyik volt, egy vagy két hit alatt azok a bizonyos testrészek így is úgy is lepattantak, tehát nekem, aki ugye egy Treaty-vel volt, mire esélyt kaptam volna, hogy belelőjek abba az érzékeny testrészbe valamelyik Eidolonnak, addigra már le lett lőve, bővivel, szóval így állunk. A Chroma még mindig tank, a Chroma kapott egy damage nerfet, mondjuk így, már nem akkora buffer, mint ami volt. A Rhino nagyon-nagyon megközelítette a Chromát, ezért megesett, hogy a Rhino, mivel hogy könnyebben elérhető karakter, preferáltabb lesz, mint a Chroma buff téren, de ha arról van szó, hogy ellenállás, Survivor, bármi ilyesmi, akkor még mindig a Chroma a nyerő, már ha a Valkyrt nem preferálod felette, de a Chroma. Én Chromával hiszek, mert a Valkyrtől könnyű. Na, jó, srácok, ez lett volna a Chroma update. Remélem, hogy így segít eligazítani. Ja, igen, igen. És modolási irányelvek fognak most következni. Nos, a Chromát irányelvek szerint fogom, hogy moduljuk, és hogyha például egy csapat buffer irányelvet szeretnél, ahol a csapatodat támogatod, akkor érdemes természetesen minél több erőt adni neki, de ugyanakkor ügyelve a range-re is, tehát hogyha netán az van, hogy a csapatod egy kicsit leszakad tőled, akkor ne az legyen már, hogy nem kapják meg a buffot, mert hogy nincs meg az a bizonyos range, hanem így igyekezzünk gondolni a range-re is. A rage mod sosem árt a Chromába, hogy energia megfelelően töltődjön vissza, hiszen kevés az effektivitás, úgyhogy valami ilyesmit, ezt az irány elvet követve érdemes egy csapat buffert csinálni, és későbbiekben majd szeretnék bemutatni egy buildet, ami nagy range-el és sok erővel rendelkezik, és egy tökéletes csapat buffer ebből a szempontból, de mindenképpen egy ilyen irányelvet érdemes megütni, és a csapat bufferben gondolkodsz, akkor ennek megfelelően érdemes formázni. Na, mivel én nem csapat buffernek, hanem solo survivornek használtam inkább a Chromát, így aztán a modolásom, a formázásom ehhez tekintve némileg át kell alakítsam, hogy minden moddal beleférjek úgy, ahogy kell. Solo Survivor build irányelvek, nagyjából valami ilyesmire gondoltam, szükséged lesz az időre, és szükséged lesz némi erőre ahhoz, hogy a 2-3-as képességé védelmet tudjanak adni neked. Mind emellett tudom javasolni nektek 2-3 darab árként, amit én szívesen használok, 4-et mondjuk így, amit szívesen használok, Arcane Grace, Arcane Guardian, Arcane Barrier,
és Arcane Strike. Ezeket szeretem én használni vele. Ezen felül is egy Arcane Grace és egy Arcane Guardian talán lenne a legjobb választás, bár a Barrier sem rossz. Tehát ezek közül egyik sem rossz. A kakuktojás a Strike, bár nekem nagyon tetszik, hogyha bekapcsol a kardomban a Berserker, ez megjön az Arcane Strike-kal együtt, egy hihetetlen jó kis modolás lehet vele elérni. A következő dolog, hogyha szeretnétek egy farmolós kromát, ugye az ulti a pénzt farmol továbbá, hogyha e felé szeretnétek tendálni, akkor szükségetek lesz maximális effektivitásra és maximális erőre, és mind ezzel e fölött szükségetek lesz egy kis időre is, mert sose tudni, hogy mikor mentek el egy nagyon hosszú survivorre, és szükséged lesz az ulti mellett a 2-3-as képességre is, és legyen némi idő, amíg az a 2-3-as képesség tart, hogy ki tud magad húzni a csávából. A farmolós buildre, amit itt láttok, hogy építek, a farmolós buildre arra tűzkromát javaslok, a solo survivor, illetve egy dolog hantos, mondjuk supportos, buffolós buildre én preferálnám a jégkromát, de a tűzkroma is teljesen megfelelő lesz. Viszont a solo survivor buildre egy armor, tehát egy jégkromát mindenképpen tudnék javasolni, talán az az egyik legjobb hatalmas armort el lehet érni a két arcane-nel, illetve a jég armorral, amit extrába kapsz, szóval a durabilitását, az erejét a kromának mindenképp meg tudná erősíteni. Nos, srácok, ennyi lett volna a kroma, legalábbis ezen irányelvek szerint gondolom én, hogy érdemes modolni, és ezen változások érték a kromát. Én nem sírok érte, hogy őszinte legyek. Régen is, és most is, a mai Warframe-ben a kroma helytáll, és tökéletes, és nincs hiányérzetem ettől, ami történt, mert még mindig ugyanolyan akadálymentesen megyek át a mobokon. Hogyha hiányérzetem lenne, akkor sírnék, de én igazából nekem mindegy. Amúgy is ilyen solo survivor kardozósnak használtam inkább a kromát, De nem veszek észre über különbséget azon, hogy sírjak, hogy most ez nerf, és örülök, hogy a Rino egy kicsit megközelítette, mert sok szituációban egy buff Rino-val könnyebb lehet játszani, mint a kromával folyton ledemigelni magadat, és a többi. Úgyhogy számomra ez nem egy nerfként jött ki, ez egy változtatásként jött ki, amihez alkalmazkodni kell, és nem hátráltat a játékomban. Szóval ez nem nerf, ez egy átgondolt update volt számomra. Nos, srácok, ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. A Discord szerverünknek a linkje ott van a videó leírásban. Kérlek, használjátok nyugodtan, azért van, nem csak TNA-soknak. Ha kérdésétek vannak, akkor Necrocrim Facebookon megtaláltok, ott szoktam válaszolni egy belátható időn belül. A következő videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!